A KSH adatai szerint Magyarországon mintegy 4.200.000 személygépjármű, 221.000 motorkerékpár és 579.000 tehergépkocsi volt nyilvántartva 2023-ban. A gépjármű adót a belföldi forgalomban lévő és magyar hatósági rendszámtáblával ellátott jármű után kell fizetni. Ez alól kivételt képeznek a mezőgazdasági vontatók, a lassú járművek, a négykerekű segédmotoros kerékpárok, a munkagépek, valamint a CD és OT betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárművek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan számolja és készíti a határozatokat azért, hogy mindenki megtudhassa, hogy mennyit kell pontosan fizetni a tulajdonosoknak, üzemben tartóknak. Az ügyfélkapuval rendelkezők elektronikusan kapják ezt meg, de postai úton is kézbesítik. Az évi két alkalom helyett ezután már csak egyszer küld a fizetésről értesítést a hivatal. 2024-től április 15-éig kell majd befizetni egy összegben. A befizetésre a postai csekken kívül a hivatal számos más lehetőséget biztosít. Többek között az adófizetési kötelezettség rendezhető a NAV ügyfélportálján, az IPO felületen, banki átutalással a gépjárműadó bevételi számlára, vagy akár a NAV mobil alkalmazás gépjárműadó menüpontját kiválasztva. A NAV mobil alkalmazása iOS és Android rendszerekre is letölthető. A gépjárműadós menüpontra kattintva az ügyfélkapus azonosítás jelenik meg. Belépés után azonnal láthatóvá válnak az ide vonatkozó befizetési adatok, mint az adózó neve, a fizetési határidő és a fizetendő összeg is. Ha valaki elmulasztotta korábban rendezni ezt a kötelezettségét, akkor az applikáción szereplő érték már ezt is tartalmazza. Akinek problémát okozna az évi egyszeri fizetés, annak érdemes kihasználnia az EU legegyszerűbb részlet fizetési kedvezményét, amely a NAV mobil alkalmazásban csak néhány kattintás. Az idei gépjárműadóra automatikusan járó 5 havi portékmentes részletfizetést kérhetnek a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók. Aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel, az a NAV oldalán elérhető Outref nyomtatványon kell, hogy kérje a részletfizetést. A befizetésről szóló szabályok egyszerűsítésére azért is volt szükség, mert az ügyfelek nagy részénél a kétszeri fizetés gondot okozott. Elfeledkeztek a második részletről, majd duplán fizettek.